Fáj! Csak egy kicsit arrébb raktam a bugyit az, hogy ide fér. Én még ilyet nem csináltam. Lányom. Tényleg? Hát épp itt az idő. Várjál, elfordítom így, hogy emeld már följebb, hogy előnyösebb legyen, előnyösebb a tokánkat legyen. De nem tudom, mert hiába van egy kamerám, vagy de mi az kamera állványom. Lehet? Nem, ez ennyi tud. Várjál, így. Esetleg így. Ez olyan, mintha így valamiben belenézni. És ez? Azt akartam én is. Mire jó a sminktáska? Hogy a hiú színésznők... Hui színésznek. Hui. Na jó, ez így viszont tényleg jó. Na hát... Korsréka festményeivel a háttérben. Igen, na most kedves tündérem, hoztam neked ajándékot. Magyar narancs. Érted, hogy... Nem azért már akartam venni, hogy így előadás előtt. És egy rongyot is hoztam, egy törölközőt. Nehogy legyen vélemet. Azért, terítsük ide, nézd ezt a törölközőt, ez már úgyis mosásra van ítélve, és akkor így. Ezt most megmutatom mindenkinek. Nem csak, hogy lássátok, hogy mennyire vagyunk. Tehát így. Leterítettük a lábunkat, és akkor így fogunk csemegézni. Ott volt egy buborék. Olyannyira, hogy itt már... 14-en néznek, 16-en. Igen, Lukácsi József, gratula. Szia József! Most már 17-en. Hát Szonya, figyelj, tulajdonképpen nagyon kíváncsi vagyok rád. Mesélj, mi újság? Mary Poppins lesz mindjárt. És izgulsz? Nagyon. Mikor csináltad ezt utoljára? Azt hiszem, hogy tavasszal ment. Hát ez majdnem egy éve. Hát ez tavasz az már majdnem 7-8 hónapja volt. Szerintem igen, tavasszal ment valamikor, azt hiszem márciusban voltam szerintem. Mert a születésnapom májusban van, igen, arra már visszamentem Philadelphiába. Úgyhogy igen, szóval... Philadelphia. Figyelj, először is nagyon kíváncsi arra, hogy mi volt az a pillanat, amikor te eldöntötted, hogy egy életem, egy halálom, én ezt megpróbálom külföldön, hogy mi lesz kint. Ez már nagyon-nagyon régóta ott van az életemben. Ez az egész Amerika. Egészen onnantól. Ez a Sántának a Teli szájjal beszélt. A legjobb. De tudod miért jó? Mert kizökkent abból, hogy egy diplomatikus, előre kitalált válaszokat adj, és ezt nem szeretem. Most beszélgetünk, nem figyel minket senki sem. Amilyen befejezem, és akkor is tudom mondani. Toj, sok sikert az előadáshoz. Tessék. Köszönjük szépen! Kéz- és lábtörést is kívánjatok, mert főleg babonás azt. Vagyok. Igen. Befejeztem a narancsot, köszönöm. Ez a magyar narancs, ez nagyon jó vagy. Na, szóval... Régóta benned volt, hogy elutazol külföldre. Az anyukám, ő járt kint iskolába, gyerekkorába Amerikába, meg aztán visszament ilyen gimnáziumra. És amikor hazajött, akkor most megszülettem, akkor azt gondolta, hogy jaj, de jó, akkor beszélek a gyerekkel angolul. Úgyis meg fog tanulni magyarul. Úgyhogy így adok neki egy nyelvet, ami meg kell, mondjam, hogy egy nagyon-nagyon jó ötlet volt. És komolyan így beszélt veled? Igen, tehát úgy mentem óvodába, hogy jobban beszéltem angolul, mint magyarul. Atya Isten, és pont ez most nagyon menő. Pont most az egyik kislány anyukája, akivel együtt sieltem, mondta, hogy arra emlékszem, hogy jött és sielni, és angolul beszélt el a szüleiddel. Mondtam, hogy úristen. De tényleg, de ez volt a gyerekkorom, és ez olyannyira jó volt. Aztán mindig küldtek ki, nagyon sok ismerős barát, család van nekünk Amerikában, és mindig küldtek ki. Nyári tábor, stb. Úgyhogy a nyelv fönnmaradjon. És akkor utána lettek ebből iskolák, ilyen nyári kurzusok, stb. Kihez és lábtörést, köszi. Köszi, Lilla. És valahogy ez mindig jelen volt, hogy Amerika, Amerika, meg most már a családomnak a nagy része, azt tudom mondani, hogy kint van. Szép lassan mindenki kiszállingozott, az unokatestvérek, stb. Philadelphiában azért költöztem, mert ott van két nagynéném, 6 más unokatestvérem tőlük. Tehát, hogy egy iszonyú nagy családom van. Az jó. Ugye megvannak a hétvégi nagy zsizsgő családi. Hát, de mennyire jó így, mint hogy ott ülsz egyedül egy baromi nagyvárosban, és kuksolsz, hogy most akkor mi kezdek. Ahhoz azért gyáva vagyok, hogy ne legyen az, hogy bepánikolok, hogy jaj, de egyedül érzem magam. Úgyhogy így jött ez az egész, hogy mindig ott volt, és akkor valahogy tavaly előtt volt egy pont, hogy úgy tele lettem mindennel, hogy kicsit olyan kerek lett az egész szája, hogy most egy picit úgy belefér valami más. És volt benned olyan, hogy figyelj, Magyarországon már szinte mindent elérhettem. Ezt mondom, hogy igen, olyan kerek lett, igen, hogy nagyon szerencsésnek mondhatom. Színházban, igen. Filmben. Tévé, mindent csináltam, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor menjünk ki, ha már ez adott nekem, ugye ez a nyelv,
Én rámentem a színházra kint, mert ugye rá tudtam. Na, és nagyon érdekes. Szóval először is úgy mentél ki, hogy elkezdtél egy ilyen iskolába járni, ami valójában nem is egy iskola, hanem egy... Ez egy workshop volt, ami gyakorlatilag arra szolgált, hogy egy kicsit kiismerjem azt, hogy induljak neki az egésznek, hogy kell, hogy nézzen ki egy ilyen életrajz, amit beadsz, ami, hogy nézzen ki egy fotó, hogy legyen igazán profi, mert annyira hogy sokan vannak... Hogy nézzen ki egy fotó? Mondd el nekem! Jaj, de nehéz a jó fotót megtalálni, hogy ne legyen túl mosolygós, de azért legyen fogad, ne legyen retusálva, de azért ne legyél túl izé, a háttér, a fényekkal, tehát hogy úgy nézzél ki, ahogy... Szóval nagyon, nagyon nehéz volt, mire úgy, mert nagyon sok annyi fényképen van egyébként is, és annyit fotóztam mindenféle emberekkel, hogy... Lehetőleg négy szelfit küldjen el az ember, ahol ja, hát, itt és nagy de barna van, aki, foltok tehát vannak. Simán, és azt kinyomtatják. Szóval, hogy így a hibákból, hogy így meg, mások hibákból, hogy az ember úgy, hogy vegyük ezt a ragacsos, narancsos takarót, ne? Ne parancsolgassam. Úgyhogy, jó, és akkor tulajdonképpen te elvégezted ezt az iskolát, vagy szóval, hogy megcsináltatok az iskolát, és akkor a... Nem, ez nem is, ez négy hónapos... Tudom, egy ilyen kurzus jellegű, aminek hát, elmondásod alapján ennek tulajdonképpen az volt a lényege, vagy az volt az értelme, hogy ennek a négy hónapnak a végén ti csináltok egy előadást, egy produkciót. Ezeket úgy hívják, igen, hogy showkészek én, és akkor gyakorlatilag eljönnek egy csomó ügynököt, akiknek már kiküldik az anyagodat közben. Ez egy óriási különbség Magyarországhoz képest. Szóval. Igen, egyébként, és ez New Yorkban volt, és elmondom neked, hogy ebből az egész izéből nem profitáltam semmit. Gyakorlatilag senki nem hívott vissza. De nem is ez volt az érdekes, hanem az, hogy tényleg, hogy pontosan megtanultam, hogy kell az ügynökökkel, mit kell mondani, hogy kell magam eladni, hogy nézzen ki az a izé. És akkor szépen visszamentem Philadelphiába, és elkezdtem, ugye akkor eldöntöttem, hogy maradok kint, hogy akkor csinálok kellett munkavállalási vízum. És ez nagy különbség, egy picit várjál, ne szaladjunk előre, ez nagy különbség, hogy Magyarországon téged fölhívnak, hogy Szonya, hát azért ez mekkora húzónév, hogy Oroszlán Szonya van egy, itt egy tévésorozatban, most mondtam valamit, vagy egy színházi előadásban. Igen. És ugyanez külföldön viszont, hello, Oroszlán Szonya vagyok, és nagyon szeretném, hogy meghallgatnának. Ez milyen? Ez nagyon jó. Nagyon tehát jó. Nekem kellett, én az az ember vagyok, aki szeret küzdeni. Oké, most nem jó. Ez előfordul nőknél. Meg ha te is rúzsozol, tudod, akkor... Szóval szoktam, igen, szoktam, igen. Szóval, mit kérdeztél? Mert most belezavartam. Szóval azt, hogy ez egy nagy különbség. Ja, igen, hogy a különbség. Hogy igen. Neked de hogy nekem kell ez. Nekem kell az, hogy kimegyek idegen emberként, oda megyek, és akkor... Újra akarsz bizonyítani? Nézzük csonka azt, hogy a várlak a tetőn. De zárt körül előadás lesz, Bandikám, és beszéd van előtte, úgyhogy tök rá egyébként is, Bandi, gyere be! Vagy lemegyek Dumán. A 104-es költözőben vagyunk. Komolyan mondom, már itt körül. Gyere föl! Gyere ide! Csonka, gyere föl! Jössz? Gyere! Na. Hát, ha van egy jobb kérdés, ez itt az enyém. Nem, tök jó, hogy kérdezel, mert ez igen, ez bennem is megfordult, hogy ez hogy lesz. De megmondom őszintén, hogy nagyon jó érzés, és egy hatalmas visszajelzés, amikor megkapsz egy szerepet azért, mert bementél, és 5 perc alatt te teljesítettél. És neked ez már megvan? Ez megvolt, igen. Hát már le is ment. Mesélj! Egy prózai előadásban játszott egy fantasztikus szerepet. Mondd el! Ja, hát nagyon, egyik legjobb szerep, ez a Arkadina a Sirálynak a feldolgozásából van. Nem játszottam szét magam, mert azért nem akarok senkit becsapni, azért tehát nyilván, mivel szakszervezeti színésznek kell lenni Amerikában, de nem vagyok szakszervezeti színész még, azért végig kell nyomnom a lépcsőfokot, tehát nem lehetek első szereposztás, meg szép lassan kell, meg nem kapok annyi próbát, meg stb. Tehát, de ugyanúgy, tehát végigpróbálom, végigcsinálom, kapok egy premiért, megnézik a színházi... Ez azt jelenti, hogy egy második szereposztás? Hát egy ilyen második, igen, egy ilyen kvázi második szereposztás, aminek az a lényege, hogy ugyanúgy végigpróbálod, tehát mindent ugyanúgy csinálsz, kapsz néha egy-két előadást kapsz te is, megkapod a premieredet, de nekem ugye az volt a lényeg, hogy ezekkel én pontokat gyűjtök. Nekem az volt a lényeg, hogy betegyem a lábam, hogy lásson engem az igazgatóság, elhívhassak más embereket megnézni. Hát onnan, hogy bekerülsz, és akkor onnan már, és akkor már azt már ott oda van írva, hogy a Philadelphia Arden Színházban ez a szerep, izé. Tehát ez már ott hát van. Meg ez nem ad nekem, hát ez neked meg is mondom, fontos volt, hogy... Utolsó előtti voltam a meghallgatáson, aznap mondom, senki nem fog
És akkor fölhívtak másnap, hogy izé, hogy akkor ez kéne. És azt mondom, hogy tehát ez hatalmas visszajelzés, hogy nem... Hogy ki se tudják mondani a nevemet, kezdjük hogy ott. Hogy mondják? Szezónia Szondja. És megérkezel! A fiatalember, akiről beszéltünk. A fiatalember, akiről beszéltünk. Ültem a forgalmazatban, és mégben, és akkor néztem az élemadást. Te miért nem vagy fölött? Nincs fölött ez. Várlak a tettő. És te, ne haragudj már. Ne mondd el, hogy alul nem vagy. Alul hívom, de miért hagyjuk? Ez nem igaz! Minden szépek vagytok. De most én csak beköszönök a kedves nézőknek. Remélem egyszer majd megérdemlem, hogy én is leszek egy ilyen sántalat és élő beszélgetésben. Hát nem tudom. Castingra jövök esetleg majd, nem tudom, tényleg. Ilyen vendégcastingra jövök. Majd megmondod, mennyi fizetsz. Nem tudom, hogy a Szonya mennyi fizetsz. Tudod, mit könyörögtem? Mert a dollárban fizetek. Nem? Egyébként elmondanám neked, Szonya, hogy te vagy az egyik legrendesebb interjú alany, ugyanis megbeszéltük, hogy 5 óra 30-kor kezdik az interjú, és a Szonya 5 óra 30-ra félig kész ruhában, teljesen kész sminkben és hajban van. És képzeld el, jártam úgy, hogy megbeszéltem, hogy 6.30-kor kezdünk, és 6.45-kor még nem volt az ember a színházban. Tehát, hát az... Ez nagyon nem is kérdezem meg, hogy ki volt az, de... Amatőrizmus, de... Amatőrizmus, mert mi nem késünk. Ezért, miután én egyáltalán még felhőző, elmegyek, jó? Jó, helyes. Lesz majd. Figyelem, lesz nézem majd. Tovább, jó? Én nagyon szeretnélek. Nézem. Elcsípni. De ő is csinosan felhőt ezzel, mert... Megmutassam? Ezt figyeldek a gatyáját. Mert ez a gyakorló gatyám. Egy biciklis nadrágban. Én meg a gyakorló szoknyámban vagyok. Ez itt láb! Sziasztok! Én meg a saját farmer gatyámban, tehát csak félig készek. Nem vagyunk felöltözve, de csonka picit is kérjük. Igen, igen. Lesz, mindenféleképpen lesz, de most a Szonya nagyobb durranását, Amerikába jött haza. Most komolyan ne csináltok már ezt. Szóval, hogy azért ez neked is kellett bizonyításképpen, hogy igenis el tudom érni azok után, hogy Magyarországon azokat a szerepeket játszottam el, én Amerikában is megállom a helyem. Én nem akarok világszer lenni, meg nekem nem kell akkora színésztőnek lenni Amerikával, hogy most nekem mindenki ismerjen. De hát elindultál egy céllal. Ez az egyik lépcsőfok. Hát el szoktam indulni egy céllal, és akkor így csinálom úgy, hogy ahogy nekem kényelmes, meg jó, meg az én küzdési, tehát kell, hogy legyen küzdés, de azért nem, tehát ők se hülyék. Tehát amikor bemegyek egy meghallgatásra, és meglátják azt, hogy mi van ott mögöttem, milyen filmek, tévés, munkák, izé. Második figyelmeztetés. És akkor azért ők azt látják, hogy ennyi mindent játszott, azért van tapasztalata, egy profival állunk szemben, nem egy kezdőszínésszel. Illetve azt kellett nekem nagyon belőnöm, amire például ez a workshop hasznos volt New Yorkban, hogy jól tud magad pozícionálni. Uh-huh. Tehát, hogy döntsd el, hogy mi az, amit szeretnél, mire mész rá, és arra menjél rá. Tehát én úgy kimentem, hogy megnézem musical izé, de az a helyzet, hogy olyan jól énekelnek, és olyan jól táncolnak, és annyira tudják ezt a műfajt, hogy azt kezdem érezni, vagy így a szép, most már másfél éve vagyok kín, hogy így a tapasztalataim azt sugalják, hogy egyszerűen lehet, hogy nem is érdemes a musical felé menni, mert csak bizonyos... Nem tudnánk felvenni a versenyeket? Hát szerintem nem. Szerintem, és nem azért, mert hogy tehát egyrészt 20 éves, vagy egyrészt igen, tehát egyrészt azért, mert 20 évesek játszanak szerepek. Szerintem, tehát amikor, mit tudom, van egy-két darab Sweeney Todd, kiséizenes, tehát vannak azért nagyon jó szerepek, de azt meg pont 40 fölött lehet eljátszani. Tehát arra, tehát hogyha lenne egy Sweeney Todd meghallgatás, akkor azért én elmennék arra. De hogy a pozícionálás az nagyon-nagyon-nagyon fontos, és az az én érdekes, mi az érdekesség az embernek, az ugye az erősséged, hogy egészségedre. Minden oké, akár ez igaz lesz. Igaz! Hogy... Jöjjön, mi az? Kétszer láttalak élőben játékészítő Mary Poppins, Laci téged pedig egyszer a szépség is azt jelentem. Köszi, Lilla! Gyere, nézzél minket! Tehát magyarul nagyon kell tudni azt, hogy ne olyan dolog után fussak, amiről látható, hát hogy igen. Nem tudom elérni. Igen. Tehát nyilvánvalóan nem tehát érdemes elmennem. Tehát ne szélre szembe pisíjek, és ne menjek el, érted, egy olyan meghallgatásra, amit... Tehát mitől is voltam megnézni a Roxy-t a Broadway-n, a Chicago-t, és a Roxy-t egy 22 éves lány játszotta. És a Velmát pedig egy nem tudom, 26 éves. És akkor érted, most tényleg kezd... Szóval nem kezd el az ember. Te is öreg vagy, ilyen. De viccen kívül, tehát ezek... Nem, 30 év fölött. De nem, ezek az emberek, ezek két éves korukat ezt csinálják. Ez igaz? Ez nem legenda? Hogy valami olyan iskolázottság áll a hátuk mögött 20 évesen, amivel mi
semmiféle szempontból nem tudjuk felvenni a versenyt. Hát figyelj, azért ez az egész musical, ez mégiscsak onnan jön. Tehát azért hát ott találták fel, az biztos. Hogy... Ez nem Magyarország. És hát az egész képzés találmány. Nagyon más, meg nagy a verseny, ezért nagyon-nagyon képzik magukat. Uh-huh. Tehát nincsenek ilyen fél megoldások, meg ilyesmik. Na mindegy, de visszatérve arra, hogy miért lett például a Csehov, meg ilyenek, hogy akkor azt gondoltam, hogy jó, akkor én egy kelet-európai színésznő vagyok, ami nekik nagyon érdekes, mert látja, hogy akkor Stanislavski módszer, meg nyilván Csehóval, Molière-rel, angolokkal, Shakespeare, vagy ezzel olaszokkal, Shakespeare, nem tudom, mikkel dolgoztunk, magyarokkal, és akkor ez tesz érdekessé. Mm-hmm. Az, hogy el tudja énekelni az izét, jó, még el tudja 100 ilyen, ugyanilyen kaliberű színésznő. Szia! Az öltöztetőn Böbi. Szia Böbi, gyere! Aki... Figyelj, beszéd is lesz. Harmadiknál. Beszéd is harmadiknál lesz a mert hogy már ugyanis jön a főszereplő művésznőhöz jön az öltöztető, és megkérdez egy Szonya, fölvegyük a szoknyát. Most igen, mert most derül, hogy tényleg nincs rajtam szoknya. Igen, de mindjárt akkor ráérünk. Vagy elmondasz egy adiverset, amíg felveszem? El tudok mondani egy adiverset is egyébként addig. Figyelj fel, gyorsan. Nyugodtan felvesz. Jó, gyorsan felvesszük, de nem akarom. Nyugodtan felveszed. Na, elfordul, figyelj. Itt a háttérben a Mary Poppins egyik ruhája lesz itt hátul. Jó, akkor... Amíg felveszi a szoknyáját. Akkor nem mondjál egy adiverset, mert nincs itt a sor. Ja, és nincs is itt, semmi gond. Az nem az, én is lesz hittem. Van még egy másik téma, ami egyébként nagyon érdekel. Rajtam volt, és itt van. Veled kapcsolatban. Mondjál egy adiverset mégiscsak. Jó. El kell mondanom, hogy ezt Mary Poppins ilyet hord a szoknya alatt, mert technikai okokból. Hát technikai okokból ez elsősorban azért van, mert ugye amikor Mary Poppins elrepül, és ugye nem mondjuk el, hogy repül el, akkor... Bugyiban. Nem, akkor kell egy ilyen kis alátét. Közben elmondom neked, hogy ma beszélgettünk sok-sok dologról, amikor végre találkoztunk hosszú idő után, és egy nagyon érdekes mondat megütötte a fülemet, hogy megérkeztél Magyarországra, és minden olyan fura volt, minden olyan szürke volt. És nem idő, is ez... Főleg az időjárás, remélem. Igen, de nem is ez volt az igazán fületütő, hanem az, hogy senki nem boldog. És hogy mindenki lógó orral jár az utcán, vagy stb. Igen. Most akkor szoktam ilyet érezni, amikor mondjuk szerencsém van elmenni több mint egy hétre külföldre mondjuk nyaralni egy nyár alkalmával. Most viszont ezt mutassuk meg, hogy a színésznőknek hogy kell ezt megmutatom, mert ezt idősebb kollégának tanultam, hogy színésznő a jelmezére nem ül rá, úgyhogy így. Oh, ezt nem tudtam. Hát nem ülünk rá a jelmezünkre, főleg a prisztírozott. És nem gyűrjük össze a jelmezt. Szóval, hogy amikor el tudok menni mondjuk két vagy akár három hétre külföldre nyaralni, és hazajövök Magyarországra, akkor azt érzem már a hazafele úton a repülőtérről, hogy az emberek agresszívak az utakon, mindenki ideges, mindenki dudál, mindenki rohan, senki nem figyelmes a másik felé, senki nem toleráns a másik irányába, és hogy tököljön meg a szomszéd kutyája is, és egyáltalán. És valami hasonló mondatot mondtál ezzel kapcsolatban, hogy megérkeztél Magyarországra, és volt egy ilyen fura érzésed. Nem, az ugyanis mindenki szidja Amerikát olyan szempontból, hogy jaj, ott minden mű, meg mindenki mű, meg az emberek nyomják ezt a műköszönést, meg a műmosolyokat, meg és meg kell mondjam, hogy igen, ebben abszolút van valami, de az a helyzet, hogy amikor nap mint nap a mosolygással találkozol, és a kedvességgel, és köszönsz, és megkérdezi mindenki, hogy hogy vagy, és nem tudom, egy idő után ragadós. Uh-huh. Ezért, és nem restek mondani egy-egy kedves szót, vagy beszélgetni veled a buszon, vagy egy kávézóban, vagy... Ez is ilyen legendaszerű az én olvasatomban, tehát hogy konkrétan vannak emberek, hogy volt egy kedves barátom, és kint élt Amerikába egy évet körülbelül. És ment az utcán, és valami miatt nagyon rossz kedve volt. És konkrétan vadidegen emberek állították meg, több is, hogy figyelj, minden rendben. Uh-huh. De hogy tudod valamit segíteni? Nehezen tudom elképzelni, hogy úgy Magyarországon oda jönnek hozzám, hogy... Igen. Hogy, mintha úgy tűnik, nem ismerlek, de lehet, hogy bánatos vagy. Tudok segíteni? Hát, és ez így van, és ez olyan jó. És, ez tényleg és így van? Ez tényleg így van, de mondom, tehát, és én nagyon, ilyen szempontból azt nagyon szeretem, hogy oda megyek, és január 8-án ott leszünk. Én már nem leszek akkor itt.
De a Laci így lesz. Németországban leszek. Ő se lesz itt. Gyere, nézd meg, nagyon gyere inkább decemberben. Cseréld el a jegyedet azonnal. Cseréld el a jegyedet, Léci. Hogy... Amikor kimész, és azzal találkozol mindenki most. Bár, de kiülök egy parkba, és akkor leül mellém egy emberke, és akkor így elkezd beszélgetni, és elmondja az életét, és mindenki nyitott, barátságos, de nincs olyan, hogy kicsit olyan, hogy mert nincs az, hogy mit fog rólam gondolni, meg fog-e ítélni, hanem mindenki nyitott a másikra, kíváncsi a másikra, ő el akarja mondani az ő életét, tehát hogy az emberek megosztanak egymás a dolgokat. Nincs a szomszéd fülje mindig zöldebb, hanem azzal vannak elfoglalva, hogy nekem hogy lehet jobb, hogy tudok segíteni a másiknak. Tehát ez is, hogy például a kollégák is a színházban is, hogy olyan jó hangulat volt. Ne szólj! Nem mondták azt, hogy jött Budapestről, Magyarországról, hol, ki ez? Ne mondták, hogy hú, és ott milyen, és szóval nem egy teljesen... Viszont a szünet ugyanakkora lesz, mint amennyi szokott, tehát a szünetben nincs rendezvény. Csak ő Endre a... Csak egy rövid beszéd. Igen. Harmadik figyelmeztetés. Végre, Laura, ez... December 27-én ott lesz. Várj ki, ne aztán... December 27-én én vagyok. Igen. December 27-én én játszom. Zsoltné ott lesz. Igen, jó. És az a helyzet, hogy ez rá... Tehát egyszerűen vannak olyan napok, hogy valaki mond valamiket, de mit tudom én... Van rajtad egy olyan ruha, vagy egy sapka, vagy nem tudom, és elmennek mellett, és azt mondják, hogy fú, de jól nézesz ki, és megy tovább. Uh-huh. És akkor egyszerűen így azt hiszed észre, hogy mész az utcán, és mosolyogsz, vagy mit tudom, én elmentem jóga órára, és akkor kijöttem, és oda jött két, és azt mondta, hogy úristen, olyan inspiráló voltál, ahogy dolgoztál előttünk a hátsó sorban. Tényleg. És akkor de az egész napom így indul, hogy de jó, és hogy nem csak az, hogy ezt gondolják, hanem oda jön és elmondja, mert ő azt gondolja, hogy ezt ő meg akarja osztani, és aztán te is elindulsz felé, és elkezdesz emberekkel beszélgetni. Abban egészen biztos vagyok, hogy ott sincs kolbászból a kerítés, szóval nem dobálnak utána ja, nem. Pénzt, és nem nagyon drága halmoznak minden. El munkával, és nem tudom, szóval nem hiszem, hogy ez van, de nem vagyok egy amerikai majmoló típusú ember, de ebben mélyen hiszek, hogy ezek a hozzáállások, vagy ez a hozzáállás abszolút követendő. De figyeld meg, ha rá mosolyogsz valakire, akkor a zavarba fog jönni és vissza fog mosolyogni. Tehát én hiszek abban, hogy a mosoly az egy nagyon-nagyon ragadós dolog. Tehát igenis, és minden, tehát, és egyébként a másik, ami viszont az, hogy egymást hogy becsülik meg az emberek, és az egymás iránti tisztelet, ami nagyon fontos, ami nagyon rossz, hogy itthon nincs, és ettől egy kicsit ez a szürke szomorúság van, hogy mindenkivel azt éreztetik, hogy az ő munkája, legyen akármilyen kicsi munka, az fontos, és nélküle nem menne minden úgy, ahogy. Ez nagyon érdekes, kezdve, hogy egyedül a vámpirok bájában találkoztam ezzel a típusú hozzáállással, ide jöttek külföldről emberek, és azt mondták az ensemble-nak, hogy táncosoknak, hogy gyerekek, higgyétek el, hogy ez az előadás rajtatok áll. Tehát ha ti nem vagytok toppon, ha te nem játszod el, hogy ti féltek, hogy nektek fontos a fokhagyma, és nem tudom micsoda. És egy pillanatra azt gondoltam, hogy aha, szóval ez egy tök jó duma arra, hogy inspirálják őket, hogy dolgozzanak. És közben rá kellett jönnöm, hogy egyfelől igen, de másfelől viszont tök igaza van, mert az első jelenet pont arról szólt, hogy biztos ismered a vámpirok báját, hogy egy kocsmában látjuk, hogy emberek mondják, hogy jaj, nagyon hideg van kint, de azért kell a fokhagyma, mert sose lehet tudni, és fokhagyma, és megteremtenek egy olyan atmoszférát, amiből, mint néző érezheted, hogy... És a címe is az, hogy vámpirok bája. Tehát érezheted, hogy ugye... nagyon jó, mert én láttam. Milyen érzések, minden ezt, és ugye elmondom. Hogy ugye a vámpiroktól félni kell. Tehát ha azok az emberek nem alapozzák meg ezt az előadást, nincs értelme. Nincs értelme. Hát igen, meg hát segítjük egymást. Tehát én hiába játszom el, hogy hú, hát nem ijedsz meg. Igen. Úgyhogy igen. Milyen érzés repülni, még én jó, nagyon jó. Nagyon jó. Nekem nincsen tériszonyom. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon élvezem. Drága tündérem, nagyon sok kérdésem lenne még, de mivel volt harmadik figyelmeztető, és konkrétan Farmer nadrágban vagyok, és benne vagyok az első képben. Ő benne van, én még ráérek. Én most jót rögök, de nem fogok, amikor le fognak cseszni. Úgyhogy menet közben kikötöttem a cipőfűzőmet is. Életem első live beszélgetésre meg volt. Figyelj, csinálj ilyen live-ot, mert az külföldön is tudod csinálni, és Oroszlán Szanya hivatalos oldal. És benyomom, hogy live.
Nagyon bonyolult. Az a baj, hogy... Nagyon bonyolult. Nagyon, én ilyen szempontból, technika szempontjából én a telefon telefonálni használom meg. Na jó, ezt most hagyjuk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, nagyon hálás vagyok, hogy ilyen sokan követtetek, és ilyen sok hozzászólás is van, ne haragudjatok, hogy nem tudtok válaszolni. Meg gyertek mérit nézni, nem leszek januárban, és Angliában élek, mikor tervezzük. Mikor találkoztok? Ő Amerikában él, de végülis az nem, annyira csak, nincs mikor messze. Mikor menjen haza Magyarországra, amikor ja. tuti leszünk. Hát áprilisban lesz a következő Mary Poppins széria. Ezt az oroszlánt Szonya ki fogja írni a saját hivatalos oldalára. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Kézés lábtörést, így legyen! Sziasztok! Sziasztok! Szonya, köszönöm szépen! A narancsot. Hello! Azt is!